korai kánikula. A hirtelen jött nyárias idő megterheli az emberek szervezetét, a krónikus betegeknek és az időseknek fokozottan kell vigyázniuk magukra. Készülnek a szezonra. Minden idők legjobb nyári szezonjára számít a megyében a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Mentők napja, a Józsa András Oktatókórház dísztermében ünnepelték a megyében dolgozó mentősöket. Hirtelen jött a felmelegedés ezen a héten, napközben a 30 fokot is elérte a hőmérséklet. A hőhullám különösen a kisgyermekeket, a krónikus betegeket és az időseket veszélyezteti. Ezen a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Fontos ilyenkor a fokozott folyadékpótlás, de az sem mindegy, milyen italt fogyasztunk. Az energiaital, az üdítő vagy az alkohol ugyanis többet árt, mint használ. Párakapuval tették elviselhetőbbé a rekkenő hőséget tavaly Nyíregyháza sétáló utcáján. Bár jelenleg kánikuláról még nem beszélhetünk, csütörtökön a nem árnyékos területeken már elérte a 30 Celsius fokot a hőmérséklet. A hirtelen jött felmelegedés még az egészséges felnőttek szervezetét is megterheli, a gyermekeknél azonban különösen veszélyes lehet a hő- és fényártalom. Alap dolog az, hogy minél kisebb egy gyermek, minél kisebb egy test, ugye, kicsi gyerek, annál nagyobb relatíve a felülete. Na most, hogyha ez így van, az történik, hogy a meleg hatására könnyen fölhevül. Ez télen a fordítottja is igaz, hogy könnyen lehűl. Tehát a pici gyerek az hamarabb föl tud hevülni, és ezért már oda kell figyelni, hogy amikor sétáltatják a gyermeket a szülők, az anyukák, akkor bizony az öltöztetésre, meg különösen az zárt kis kocsiba, ott óriási hőhatás érheti, hogyha kint van 25 fok, meggyőződésem, hogy egy zárt kis valamibe, az lehet 35 fok is. A felnőtteknél és az időseknél is fontos az óvatosság. Nyár előtt érdemes egészségügyi vizsgálaton megtudni, kialakult-e bármilyen krónikus betegség az előző év óta. A bőrfelületét is fokozatosan kell hozzászoktatni az egyre erősebb napsütéshez. Emellett oda kell figyelni arra is, hogy elegendő folyadékot kapjon a szervezet. A hő hatására az egy normálisan jó szabályozott ember izzadással védekezik, na de ha nem iszunk elég folyadékot, akkor az izzadással nem tudunk hőt veszíteni. Tehát egyrészt a ruházat, másrészt pedig a párolgást kell biztosítani. Ehhez pedig sok folyadékot kell enni, és mivel, vagy inni, és mivel tudjuk, hogy a verejtékkel nem csak desztillált vizet verejtékezünk, hanem igen komoly só mennyiséget, főként konyhasót, tehát a verejtékünk nátriumkloriddal dúsított, ezért olyan folyadékot fogyasztunk, aminek van egy kis só tartalma. A szakember hozzátette, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos italok nem pótolják a folyadékveszteséget. A fiatalok körében népszerűnek számító energiaitalok és üdítők magas cukortartalmuk és töménységük miatt ártalmasak a melegben. A felnőtteknél pedig a sörfogyasztás rejthet veszélyt, ez ugyanis fokozza a vizelet kiválasztást, így a folyadék bevitel gyorsan kiszáradásba fordulhat át. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Nyírbátorban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett több mint 93 ezer darabos pecsenye kacsa állományban a kor H5N1 altípusa ütötte fel a fejét, emiatt a telep felszámolása folyamatban van. Az állategészségügyi szakemberek a fertőzött gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 km sugarú megfigyelését. Körzetet. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások. Háromszor emeltek árat a turisztikai vállalkozások ebben az évben az alapanyagok és a bérköltségek növekedése miatt. Ennek ellenére minden idők legjobb nyári szezonjára számít a megyében a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Kribács András 35 perc című műsorunkban azt mondta, optimista, szerinte 2-3 év múlva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország vezető turisztikai célpontja lesz.
Készül az ebéd ebben a megyei étteremben. Minden ugyanúgy zajlik, mint néhány évvel ezelőtt, mégis drágább idén az étel. Leginkább az energiaárak nőttek, de többet kell fizetni az alapanyagokért, és a bérköltség is emelkedett, mondta 35 perc című műsorunkban Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Ebben az évben háromszor kellett az áremeléshez nyúlni, mint egy szabályozó tényező. 25-30 volt, aki 40% emelt az árait, nem csak a szállodaszektorban, hanem az éttermi szektorban is. És az a helyzet, hogy a Covid idején beszéltünk egy árspirálról, amely egy árcsökkenést hozott magával, ez nem volt egyenes arányos a minőséggel. Most ugyanez az árspirál fönt áll, csak itt nem csökkennek az árak, hanem nem emelednek az árak. Némely esetekben több vállalkozás megpróbál kitartani, megpróbál időt nyerni, ameddig a raktárkészlet engedi, de ez az, hogy mondjam, közgazdászként, vagy szállodai, vagy éttermi szakemberként, hogy ez egy rossz befektetés a jövő szempontjából, ugyanis tényleg ez a minimum fedezeti pontot, hogyha nem érjük el, akkor előbb-utóbb be kell, hogy zárjuk az ajtót, és ez azért ez nem biztos, hogy másfél év zárás után, Covid technikai zár után egy következő másfél évet kibír egy vállalkozás negatív spirálba. Folyamatosan tárgyal a szövetség a beszállítókkal azért, hogy még egy elviselhető és kigazdálkodható szinten tartsa az árakat. Az elnök azt mondta, jelenleg szakemberből nincs hiány, ugyanis a duális képzésnek köszönhetően egyre jobb tudással lépnek ki a szakképző iskolákból a fiatalok. A megyei jövőjével kapcsolatosan pedig egészen optimista Krivács András. Nagyon sok programot indítunk, nagyon sokszor beszélünk róla, hogy mennyire gyönyörű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és hogyha megnézzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az elhelyezkedését, megnézzük a határ mentiségét, azt, hogy akárhova megyünk ki a határon túl, mégiscsak hazamegyünk, saját magunkhoz megyünk, a népeknek az együttélése, egy olyan gazdasági, kulturális és gasztrokulturális mozaikot alkot, amely minden egyes megyétől megkülönbözteti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Úgyhogy én azt gondolom, és azt tanácsolom a megyei szolgáltatóknak és a vendégeknek is, hogy ha kikitekintenek mondjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határain túl, akár keletre, akár nyugat részekre vagy délre, azért jöjjenek haza, és akkor itt legyünk mi sokkal fantasztikusabbak, mint bárki más, az ország más szolgáltatója is, mondjuk, ha elmondja ezt magáról, de tényleg én azt gondolom, hogy minden idők legjobb turizmusa lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 2022-ben, és 24-ben szerintem vezető desztinációja lesz az országnak. Magyarországon jelenleg 11 kiemelt turisztikai térség van. Ezek között az egyik Tokaj és Nyíregyháza. Ezek a területek komoly fejlesztési forrásokra pályázhatnak a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 programban. Május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, amely Európa egyik első mentő szervezete volt. Ennek folytatásaként 74 éve alakult meg a Magyar Országos Mentőszolgálat. A Józsa András Oktató Kórház dísztermében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mentőseit ünnepelték, akik évtizedek óta állnak a lakosság szolgálatában. Mentők napja, az életmentők ünnepe. Vegyük észre a mentőt, és vegyük észre a mentős, nem csak ma. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is felhívta a figyelmet bajtársai munkájára, a mentők napjára készült videójában. Magyarország Európában az elsők között 135 éve kezdte el megszervezni az életmentést, az Országos Mentőszolgálat pedig 74 éve alakult meg. Ennek megünneplésére szervezték meg idén is a mentők napját a Józsa András Oktatókórház dísztermében. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek felértékelték a biztonságot, mint értéket. A magyar emberek jelentős része szeretné, hogyha biztonságban tudhatná a családját, az ismeretségi körét, és nagyon nagy szükség volt, mind a világjárvány alatt, mind pedig, hogyha kicsit keletebbre nézzük most a háborús időszakban arra, hogy a mentőszolgálatok, a mentősök rendelkezésre álljanak, magas színvonalon lássák el azt a feladatot, amit el kell egyébként látniuk, és elmondhatjuk, hogy Magyarországon nagyon magas szinten látták ezt el, nagyon nehéz időszakban, egy nagyon komoly munkateher alatt, azt gondolom, hogy ezért köszönet jár mindenkinek. Az ünnepségen Korcsmáros Ferenc, az OMS regionális igazgatója, nem csak a mentős bajtársaknak és az ápolóknak, de a társszerveknek is megköszönte az együttműködést, mivel a pandémia alatt a mentőszolgálattal együttműködve segítették az életmentést.
Ehhez teremtettünk ma egy ilyen ünnepélyes átadót, több mint 100 kitüntetés, elismerés kerül átadásra. Köztük a megyében 30, 60 és 75. születésnapját ünneplő mentőállomás is köszöntésre kerül. Egyébként Nyíregyháza mentőállomásit elárulom a kulisszatitkokat, az, amely 75 éves jubileumát ünnepli. Ennek érdekében egy emlékplakett kerül ezen jubiláló mentőállomásoknak a mai napon átadásra. A 75 éves nyíregyházi mentőállomás mellett az Ibrányi idén a 30., a Baktalórendházi mentőállomás a 60. jubileumát ünnepelte. Korcsmáros Ferenc azt mondta, az Észak-Alföldi régió Magyarország legnagyobb régiója, mind a mentőállomások száma, mind a futó kocsipark, mind pedig a dolgozói állomány tekintetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 16 mentőállomáson 50 mentőegység teljesít szolgálatot, és mintegy 450 mentő dolgozó, ami azt jelenti, jelenleg minden státusz be van töltve, és ez garantálja a stabil és kiegyensúlyozott mentést. Térségünk értékeit feldolgozó kisfilmeket díjaztak Nyíregyházán, a megyei önkormányzat szemmérték elnevezési videó pályázatát diákok számára hirdette meg. Számos alkotás érkezett a felhívásra, az első három helyezett a megyeházán vehetett át elismerést. A Beregi keresztszemesről szóló kisfilm lett a Szemmérték című videópályázat győztese. A fiataloknak kiírt felhívás célja a megyei értékek népszerűsítése volt. Az első helyezett Németh József, a vásárosnaményi Lónyai Menyhért technikum tanulója, munkájáért külön díjat is kapott. A második helyen végzett Varga Izabella szintén a Bereg fővárosából érkezett. A második Rákóczi Ferenc gimnázium diákja a Tisza Adonyi kecskesajtról készített rövid klippet. A pályázók közül az egyik legfiatalabb, Masa Vince, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban grafikusnak tanul. Kisfilmjét a megyeszékhelyen forgatta. Nyíregyházi botanikus kertről csináltam filmet, és azért ezt választottam, mert kiskoromban is nagyon sokat voltam ezen a helyen, és nekem ez nagyon megmaradt, és gondoltam, ha már ilyen lehetőség van, akkor itt fogok forgatni. A díjátadón elhangzott, a megyei önkormányzat pályázatára a térség számos pontjáról érkeztek kisfilmek, amelyek új arculatot, új lendületet adnak az értékmentő munkához. Az alkotásokat a Megyei Értéktárbizottság tagjai zsűrizték. Egy szempontot mindenképpen kiemeltünk, amit szerettünk volna, hogy hogyan jelenik meg az az adott érték a mai hétköznapjainkban, mert pontosan az a fő motivációnk nekünk is, illetve az a küldetésünk, hogy úgy őrizzük meg az értékeinket az utókor számára, hogy a hétköznapokban is, akár használati tárgyként, akár pedig bármilyen olyan lehetőségként ott legyenek velünk, hogy valóban túl tudják élni az idő vasfogát. A megyei önkormányzat első alkalommal hagyományteremtő céllal hirdette meg a pályázatot. A fiatalok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár gyűjteményéből választhattak témát. A megye szellemi és tárgyi hagyatékainak folyamatosan bővülő listája jelenleg több mint 150 értéket számlál. Az 50. országos első segélynyújtó verseny megyei fordulóját tartja szombaton a Magyar Vöröskereszt Nyíregyházán. A szervezet amellett, hogy a kezdetektől részt vesz az ukrajnai menekültek fogadásában, a helyi civil lakosság képzését is támogatja. Felkészítő tanárok, mentőtisztek és diplomás ápoló közreműködésével oktatják a gyerekeket és felnőtteket a csecsemő gondozásra, valamint az első segélynyújtásra. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a kezdetektől fogva teljes kapacitással fordult a humanitárius válság felé, mondta el Gurály Edina. A szervezet működteti a Lónyai segítségpontot, emellett a Vöröskereszt önkéntesei Csenger Simán is határszolgálatot látnak el a beérkező oldalon. De a Záhonyi határátkelőnél, illetve segítségponton is megtalálható a szervezet H-Hero egysége, amellyel egészségügyi szolgálatot látnak el. Nagyon sok önkéntes kapcsolódott ennek a humanitárius válságnak a kezeléséhez, és napi szinten vállaltak nálunk szolgálatot. Azért mondom így, hogy szolgálat, mert nagyon sokszor az önkéntes munka az
egy-egy napot, vagy egy pár órát szokott igénybe venni. Itt viszont nekünk egy nagyon szigorú beosztás szerint kellett a határátkelőn vagy a segítségponton szolgálatot nyújtanunk, tehát muszáj volt, hogy az önkéntesek is tudjanak ehhez alkalmazkodni. Tehát aki érkezett hozzánk, ők mindig egy, vagy egy nappali, vagy egy éjszakai 12 órás szolgálatra jöttek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, hiszen ez egy óriási elköteleződést jelentett egyrészt a probléma irányába, másrészt pedig ugye több helyen is vállalhattak ilyen feladatot, és nagyon örültünk neki, hogy a Vöröskeresztet is előnyben részesítették akkor, amikor szervezetet választottak, hogy melyiknél fogják ellátni az önkéntes munkáikat. E hét szombatján a Vöröskereszt immár 50. alkalommal rendezi meg az első segélynyújtó és csecsemőgondozási versenyt, amelyre gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt korcsoportokban lehetett jelentkezni. A versenyt a Nyíregyházi Zai Technikum és Kollégium épületében tartják szombat délelőtti kezdéssel. A rendezvényen 3 korosztályban összesen 23 csapat indul. Tulajdonképpen bárki jelentkezhet, aki a versenykiírásnak megfelel, a versenyszabályzatnak megfelel. Nekünk az a célunk, hogy minél többen jelentkezzenek a csecsemőgondozási versenyre is, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok megtanulják, hogy hogyan lehet gondoskodni úgymond egy kisebb gyerekről, akár egy kisebb testvérről, hogyha például a családban van, illetve ezt a tudást egymásnak is tovább tudják adni. Az első segélynyújtásnak a fontosságát és hasznosságát pedig nem győzzük elégszer hangsúlyozni. A Vöröskeresztnek az lenne a célja ezen a területen, hogy akkor, amikor egy balesetet látunk, vagy valaki rosszul lesz az utcán, akkor ne bámészkodók legyünk, hanem aktív résztvevői ennek a folyamatnak, abban az értelemben, hogy merjünk oda menni a sérülthöz, merjünk közelhajolni hozzá, és merjünk ellátást nyújtani neki. A szakember szerint ma már az sem ritka, hogy az első segélynyújtást telefonos segítséggel végzik el a járókelők, amíg a mentő a helyszínre ér. A laikus első segélynyújtók ilyenkor, csak úgy, mint a véradók, akár életet is menthetnek. A Magyar Vöröskereszt a közeljövőben is szervez véradási akciókat a megyében, amelyről a szervezet honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. Könyvbemutatóval egybekötött közművelődési szakmai napot rendeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közművelődési dolgozóknak Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. A pandémia nem csak negatív hatással volt a közösségek és közösségszervezők életére, sok közművelődési szakember élt az online szakkörök adta lehetőségekkel. Németh János kultúrakutató dedikált a szakmai nap szünetében. A Závogyán Magdolnával közösen írt Változások vonzásában című könyv most megjelent második kötete a Nemzeti Művelődési Intézet munkásságáról számol be történeti távlatokban. Závogyán Magdolna azt mondta, a legnagyobb kihívás egy közművelődési szakember számára az, hogyan tudja megszólítani a közösségeket a településeken. Én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, hogy ma Magyarországon mind a 3155 településnek van közművelődési szakembere, akik képzett, minimum középfokú végzettségűek, de nekik a munkájának el kell indulni. Nagy részben azért 2000 településen az elmúlt évben indult el az a munka, amit a Nemzeti Művelődési Intézet koordinál, mint módszertani központ, és az a nagy kérdés, hogy meg tudjuk-e szólítani az embereket 2022-ben azzal a kihívással, hogy a kis településekről elmennek a fiatalok, azzal a kihívással, hogy itt a pandémia, azzal a kihívással, hogy az emberek a televízió, az internet világában élnek. Nem könnyű a feladat, de azt gondolom, hogy azok a jó gyakorlatok, amelyek a Kárpát-medencébe akár a 70-es, 80-as években elindultak, és aztán valamilyen módon megrekedtek, vagy azok, amelyek éppen most bontakoznak ki egy kis településen a fiatalok körében, azok megfelelő módszertani segítséget kapjanak a szakemberek által, és minél több 3-5-10 fős közösség jöjjön létre, mert ők adják majd az adott településnek a kulturális értékét, a hagyományoknak a megőrzését, megélését, és mindazt a színességet, amit a magyar kultúra önmagában értékként hordoz. A közművelődési szakemberek felsőfokú képzésére jelenleg is lehet jelentkezni Magyarországon. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is ott voltak. Többször elhangzott a mai napon is, hogy ugye egy közművelődési szakember az a kovász. Tehát egy településen a kovász. Nyilván nagyon fontos, hogy ismerje a települést, ismerje a település hagyományait, ismerje a településen élők
óhajait, kívánságait, igényeit, mi az, ami az értékek mentén, melyek azok a programok, amelyeket ő el tud indítani. Ezek, ami azt gondolom, hogy első körben nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Németh János kultúrakutató elmondta, a pandémia nem csak negatív hatással volt a közösségek és közösségszervezők életére. Sok közművelődési szakember élt az online szakkörök adta lehetőségekkel. Ma például az a helyzet, hogy több tízezer résztvevője van az itt indult szakköreinknek. Van, aki továbbra is használja az online felületet, van, aki ott van a személyes együttlétek a szakköri alkalmain, de ezt a szakkört most úgy próbáljuk felfogni, hogy ez egy olyan közösségkovász. Tehát nem csak az anyag, hogy egy kosarat megtanuljuk fogni gyékényt, hanem az, hogy együtt vannak az emberek, és képesek arra, hogy ezt a fajta emberi közelséget a helyi jólét érdekében működtessék. A szakmai nap egyik legfontosabb üzeneteként a szakemberek azt tartották, hogy ma Magyarországon minden település számára adott a közművelődési szakember államilag támogatott foglalkoztatása, akik a Nemzeti Művelődési Intézet gyakorlati segítségével számos pályázat közül választhatnak a település kulturális életének színesítéséért. Az ezüstérem megszerzéséért lép pályára az NB1 utolsó fordulójában a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor második helyen álló együttese vasárnap 16 órai kezdettel a Zalaegerszeget fogadja a Várkerti stadionban. A harmadik helyezett Puskás Akadémia ugyanebben az időpontban hazai pályán a kiesés elől menekülő Budapest Honvéddal játszik. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Hirtelen érkezett meg a nyárias idő térségünkbe ezen a héten, a hőhullám és az erős UV-sugárzás különösen a kisgyermekeket, a krónikus betegeket és az időseket veszélyezteti. Fontos a bőr megfelelő védelme és a fokozott folyadékpótlás. Nem mindegy ugyanakkor az sem, hogy milyen italt fogyasztunk, az energiaital, az üdítő vagy az alkohol ugyanis többet árt, mint használ. Háromszor emeltek árat a turisztikai vállalkozások ebben az évben az alapanyagok és a bérköltségek növekedése miatt. Ennek ellenére minden idők legjobb nyári szezonjára számít a megyében a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Krivács András azt mondta, optimista, szerinte 2-3 év múlva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország vezető turisztikai célpontja lesz. Május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, amely Európa egyik első mentőszervezete volt. Ennek folytatásaként 74 éve alakult meg a Magyar Országos Mentőszolgálat. A Józsa András Oktató Kórház dísztermében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mentőseit ünnepelték, akik évtizedek óta állnak a lakosság szolgálatában. Május 13-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombat este heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton túlnyomóan napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, általában száraz idő várható, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. A hőmérséklet délután 24 és 27 fok között alakul. Vasárnap napos időben lesz részünk gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nélkül. Napközben 23-26 fokot mérhetünk.